Az NSR elengedhetetlen segítséget fog nyújtani a sportban dolgozóknak, megkönnyíti az állami sportirányítás mindennapi munkáját, biztosítja a döntés előkészítést és a működés feltételeit, de ide érteném én az ellenőrzést is. A kiépítésre kerülő rendszer teljes körűen fogja támogatni és megalapozni az érvényes és pontos adatszolgáltatását, a sportadminisztrációt, és így a sportban minden területre ki fog hatni, és azt is lehet mondani, hogy közvetetten érint valamennyi ágazatot, mert nincs még egy olyan ágazat és szektor, ami ennyire sok pozitív hatást gyakorolna valamennyi területre. Nem túlzás azt állítani, hogy a Nemzeti Sportinformációs Rendszer teljes körű kiépülése és 2018. január 1-től így teljes felvértezettségében történő működése bizony növelni fogja a sportolási kínálatot és ezáltal a kedvet, hiszen ma, elnézést, ha furcsának tűnik megint a megfogalmazás, sokszor egyes sportolási lehetőségek az illegalitásban léteznek, ha éppen nem tudom, hogy a szomszéd utcában van egy olcsón, jól használható teniszpálya, műfüves focipálya, hétvégén is nyitva tartó iskolai tornaterem, akkor eszembe se jut oda elmenni, hiszen ritkán szoktuk sportfelszerelésben barangolni a lakóhelyünkön, hogy hol van egy nyitott sportpálya. Viszont ha ezt tudjuk, akkor ez a sportolási kedvet, a sportolási lehetőségeket is segíti.